Az év egyik kiemelt országos jelentőségű eseménye lesz a Miskolci Y-híd átadása. Alig egy hónap van még hátra a projekt befejezéséig, amin szinte szó szerint az utolsó simításokat végzik. Az Y-híd és a hozzá kapcsolódó turbókörforgalom teljes pályaszerkezete elkészült, néhány közvilágítási oszlop és sávelválasztó gömbsüve kihelyezése, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése hiányzik. A csaknem 2,5 évig tartó beruházás során egy gördülékenyebb, rugalmas és dugóktól mentes belvárosi közlekedés kialakítása volt a kivitelező célja. Vadonatúj aszfaltrétegen suhannak a járművek a Vörösmarty és a Király utcák csomópontjában. Itt épült meg a jelzőlámpákkal ellátott turbókörforgalom, amiből országszerte is csak kevés található. A körforgalomban ilyen gömbsüvegek választják el egymástól az egyes sávokat. Nagy részüket már kihelyezték, a világító testekkel, a tartóoszlopokkal, táblákkal és jelzőlámpákkal együtt. Itt például gyalogátkelő hely lesz hamarosan, ehhez már csak a zebra felfestése hiányzik. A Vörösmarty utca 4-sávosításánál szintén megvan az utolsó réteg, és ezt követően kiépült ugye a 2x2 forgalmi sávra bővített utcakasznak a végleges forgalmi rendje a megfelelő forgalmi technikával, és ugye a forgalomirányító berendezéseknek a portál telepítése is megtörtént. Tehát tulajdonképpen minden arra mutat, hogy december elejére át fogjuk tudni adni ezt a beruházást a közlekedőknek. Gőzerővel halad a munka az Y-híd Vörösmarty utca felőli lábánál is. Állnak a betonfalak, a terület a graffitisek paradicsoma lesz hamarosan. A falak környezetét pedig füvesítik, parkosítják, így egy igazi közösségi helyszínné alakul. Munkagépek jönnek és mennek. Az Y-hídon is az utolsó simításokat végzik. Megépült a zajvédő fal, befejeződött a burkolati jelek felfestése és a szervízutak kialakítása. Már csak néhány közvilágítási oszlop hiányzik. Nagyobb munkaként a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és a Kisfaludi híd befejezése maradt hátra. A csaknem 2,5 évvel ezelőtt elindult fejlesztés a NIF szóvivője szerint a belvárosi közlekedés verőerét jelenti majd. Az volt a lényeg, hogy a beruházás után minél gördülékenyebben, dugóktól mentesen lehessen közlekedni majd a város szívében, illetve a két város rész között. Azt gondolom, hogy nagyon ráfért erre a területre az, hogy mind a körforgalom kialakításával, mind a 4-sávosítással, mind pedig magával az Y-híd szerkezetének a megépítésével ez a rugalmas, gördülékeny közlekedés ez megvalósulhasson, illetve nem csak ugye az autósokra gondolunk, hanem ugye pluszelemként kerékpárutat is építünk. A projektnek ezt a részét azonban idén már nem tudják befejezni. A kerékpárút jövőre az időjárás függvényében készülhet el. Ez azonban nem akadályozza azt, hogy az autós forgalom még idén elinduljon. A beruházás átadása december elején, közepén várható.